jól ismert dallamok, klasszikus művek, fiatal tehetségek előadásában a Művészeti Iskola hangverseny termében. A fellépő lányok mindegy kurzus résztvevői, mely az elmúlt napokban zajlott Kiskunhalason egy Amerikában született, ma pedig Bécsben élő művésznő vezetésével. A párom testvére operaénekes volt, és a családnak van itt Kiskunhalason egy szép háza. Úgy gondoltuk, hogy bár Budapesthez képest ez egy kicsinke város, mégis itt tartjuk meg ezt a rendhagyó énekkurzust. 8 országból vannak itt énekesek, akikkel egy héten át dolgoztunk technikán, énekmódszereken és előadásmódon. Néhány diákot korábban már tanítottam Bécsben, ám voltak, akikkel itt ismerkedtem meg. Mindannyian nagyon tehetségesek, jó volt velük dolgozni. A különböző nemzetiségű tanulók között mindössze egy magyar lány volt. Völner Eszter azt mondja, sok tapasztalattal gazdagodott a tanfolyam 7 napja alatt. Nagyon szép emlékekkel gazdagodtunk mindnyájan. Én voltam az egyedüli magyar résztvevő ezen a nemzetközi kurzuson, viszont nagyon hasznos volt, és technikai gyakorlatokat vettünk, illetve zenéről beszélgettünk, és a testünkkel próbáltunk még nagyobb hangot kihozni. Ugye opera énekesek voltak mindnyájan. Egy izgalmas hét volt, és nagyon hatékony, úgy érzem, mindenki számára. Munka közben persze felszínre kerültek olyan nehézségek, amiket csak közösen tudtak megoldani a Zeneakadémián tanuló növendékek. A nyelv volt az, hogy angolul kellett beszélni, vagy németül, valakik olaszul beszélgettek egymás között, szóval a nap végére az embernek már szédült a feje, és én voltam a magyar fordító részben, illetve Pázsit István, aki lehetővé tette, hogy a ő kertjében, illetve házában is zajlottak órák, illetve itt a zeneiskolában. Úgyhogy egy hangulatos volt, és mindenki hozta a maga kultúráját, úgyhogy izgalmas.